Segítséget ajánlott Áder János a lengyel elnöknek a határőrizet fenntartásában és üzemeltetésében. Andrzej Duda hivatalos látogatásra érkezett Budapestre, Áder János a Sándor palotában fogadta. A lengyel elnök azt mondta, komolyan veszik az uniós határőrzését. A fehér-orosz lengyel határon kialakult migrációs válsághelyzet miatt Lengyelország 370 km hosszan épít kerítést. Katonai tiszteletadással fogadta Áder János a lengyel államfőt csütörtökön a Sándor palotában. Andrzej Duda 2015 óta van hivatalában, ez idő alatt többször is járt már hazánkban. Mostani hivatalos látogatásán négy szemközti megbeszélést folytatott a magyar államfővel. A tárgyalás utáni közös sajtótájékoztatón Áder János kiemelte, hogy a belorusz-lengyel határon komoly migrációs válsághelyzet alakult ki, és a határmenti területeken szükségállapotot is ki kellett hirdetni. Ezért felajánlottam Magyarország segítségét a határőrizet fenntartásában. Felajánlottam elnök úrnak, hogy akár a kerítés építés során szerzett tapasztalatainkat, hiszen mi 2015-16-ban lényegében ezzel a munkával végeztünk, mint pedig az azt követő időszak, tehát a működtetés, a határőrizet hatékonyságának, biztosításának tapasztalatait szívesen megosztjuk lengyel barátainkkal. Lengyelország nagyon komolyan veszi az Európai Uniós és Schengeni határőrzésének feladatát. Erről már Andrzej Duda beszélt. A lengyel államfő kiemelte, hogy részletesen tájékoztatta Áder Jánost a lengyel-fehér-orosz határon kialakult válsághelyzetről, és hangsúlyozta, mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy megvédjék a határaikat. Hozzátette azt is, jelenleg a lengyel határőrséget a hadsereg is támogatja a határőrzésében. Andrzej Duda megköszönte, hogy Áder János felkínálta a magyar segítséget a határőrizetben, és örömmel fogadják a magyar tapasztalatokat. Köszönöm szépen az elnök úrnak, hogy felajánlotta a magyar segítséget a határ fenntartásában és üzemeltetésében. 2015-ben a lengyel hadsereg is segített a magyar határt megvédeni, és mi ezt nagyon szépen köszönjük, mondta Andrzej Duda. A találkozón szó volt arról is, hogy még az idén elkészülnek a Via Carpatia nemzetközi közúti folyosó Magyarországra eső 230 kilométeres szakaszának hiányzó beruházásai is. A Via Carpatia észak-déli nemzetközi közlekedési folyosó a Baltikumtól Görögországig mintegy 3300 kilométeren vezet, ebből 230 kilométer a magyarországi szakasz. A sajtótájékoztató végén Áder János kitért arra is, hogy a lengyel elnök november végén ismét Magyarországra látogat, amikor is a V4-ek államfői Budapesten találkoznak majd. Délután a lengyel köztársasági elnök találkozott Kövér Lászlóval is. Az országgyűlés elnöke a parlamentben fogadta Andrzej Duda államfőt.